Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán! Én Zsolt vagyok, és a mostani videóban arról fogunk beszélni, hogy hogyan tudjuk azt a pénzt ö, ügyesen befektetni, amit nem költünk el cigire. Úgyhogy, ha vannak köztetek dohányosok, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon jó motivációs videó is egyben. Ugyanis ki fogjuk számolni, hogy mennyi pénzt. Ö, kereshetünk, ha ügyesen befektetjük ezt a pénzt, mondjuk 10 év alatt, 20 év alatt, vagy akár 30 év alatt is. Úgyhogy, ha érdekel, hogy milyen összegek jönnek ki ilyen időtávokon ezeken a megspórolt doboz cigiken, akkor mindenképp maradj velem a videó végéig. Nem egy klasszikus leszokásról szóló videó lesz, ugye tudjuk, hogy a dohányzásnak mennyi káros hatása van, tudjuk, hogy milyen káros hatása van a dohányzásnak leginkább a tüdőre, de tulajdonképpen minden másra is a szervezetünkben, viszont nagyjából ugyanilyen káros hatása van a pénztárcánkra is, csak ezt sokszor nem, sokszor nem veszük, azt gondolom figyelembe. Pedig tényleg nagy időtávon, ilyen 10-20-30 évek alatt, borzasztó nagy összegekre rúghat akár napi egy doboz ciginek az ára, és hogyha ezt a pénzt még okosan is befektetjük, akkor pedig egészen elképesztő összegeket kapunk már a 20. év végére is szerintem, de majd ti megmondjátok, mert konkrét példákkal fogok, fogok jelentkezni. A kezdeném a legelején egy viccel, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan ismertek, ugye amikor a, a dohányos és a nem dohányos beszélgetnek, és a nem dohányos mondja a dohányosnak, hogy ha 30 évig nem cigizett volna, akkor bizony mennyi pénzt meg tudott volna spórolni, és hogy abból a, abból a sok, sok doboz cigi árából már egy milyen hiper autót vehetett volna, mire a dohányos megkérdi a nem dohányost, hogy te dohányzol, és mondja a nem dohányos, hogy nem, mire a dohányos, és hol az autó. És ugye legtöbb esetben az autó valójában nincs sehol. Na, ha tetszett ez a vicc, akkor nyomj egy lájkot! Szóval visszatérve, erre amúgy egy nagyon jó dolog, mert ez tényleg egy meglévő probléma. Ugye érdekes, én dohányoztam is, és érdekes, hogy mikor dohányzol, akkor valahogy a cigire mindig van pénz. Szóval soha nincs az, hogy mondjuk nincs pénzed cigire. De hogyha nem cigizel, akkor hónap végén nem feltétlenül marad meg az az összeg. Szóval én azt látom, hogyha mondjuk valaki leteszi, abba hagyja a dohányzást, akkor azt a megmaradó plusz összeget, azt elkölti másra, nem tudom, többször jár ki a városba, ebédelni, vacsorázni, drágább kajákat tiszik, több csoki teszik, bármi ilyesmi. Úgyhogy szerintem erre egy nagyon jó, jó megoldás, és nekem nagyon-nagyon-nagyon bevált, és tényleg tudom ajánlani mindenkinek, az a persejezés. Szóval konkrétan, hogyha te eldöntöd, hogy a cigi félreteszed, akkor szépen fogsz egy pársajt, és hat törik, ha minden nap beleteszed a doboz ciginnek az árát. És kitűzöl magadnak egy, egy pénzügyi célt, lehet az egy hónapos, három hónapos, fél éves, és addig, hat törik, ha szakad ahhoz a pársajhez, nem nyúlsz hozzá. És higgyétek el, hogy működik, mert hogyha volt arra az egy doboz cigire naponta pénz, akkor kell legyen arra is pénz, hogy ugyanígy betedd a persejbe. És ez tulajdonképpen nem is csak ciginél működik, hanem minden másnál is, én mikor bevezettem ezt a persejt az életembe, hogy, hogy használok ilyet, akkor tulajdonképpen nagyon sokszor kaptam magam vásárlások közben is azon, hogy elmentem mondjuk a csoki vagy a chips mellett, és legszívesebben megvettem volna, vagyis volt egy ilyen késztetés, de beugrott, hogy hó, van egy társam, és akkor se veszem meg, és azt a pénzt is megtakarítom, ráadásul az egészségemre is vigyázok. Szóval igen, igen, működik ez a, ez a dolog, én tényleg ajánlom mindenkinek, hogy próbáljátok ki. Na és akkor jöjjön a híres matematika. Szóval, hogyha 5 dollárral számolunk átlagban egy cigit, egy doboz cigit, nagyjából számoljunk most ennyivel, mert ez szép kerek szám, ez azt jelenti, hogy 10 nap alatt 50 dollárt költünk el cigire. Ez abban az esetben, ha mondjuk egy háztartásban csak az egyik fél cigizik. Szóval, hogyha mind a ketten cigiznek, akkor ez egyből 100 dollárra ugrik, amit szerintem 10 nap alatt elkölteni cigire, kimondani is sok. De számoljunk most csak egy emberrel, szóval 50 dollár 10 nap alatt. Ez ugye azt jelenti, hogy ha 30 napos hónappal számolunk, akkor egy hónap alatt 150 dollárt költünk el Cigire. Na most vegyük az egyik kedvenc dohányvállalatomat, az Altriát. Az Altria jelen pillanatban, amikor felveszem ezt a videót, pont ilyen 50 dollár körül mozog, szóval pont jó, mert nekünk most nagyon sokat segít a matekben, és nagyon leegyszerűsíti. Szóval ez konkrétan azt jelenti, hogy a cigire el nem költött 150 dollárból tudnánk venni havonta három darab Altria részvényt. Ugye az Altria Amerikában forgalmaz dohányipari termékeket, Amerikában ez a legnagyobb dohányipari vállalat. Szóval ez ugye azt jelenti, hogy havonta tudunk venni három darab részvényt, szorozva 12, az egyenlő 36 darab részvény. Ennyi altria részvényt tudunk megvenni ö, egy év alatt, hogyha marad ezen az 50 dolláros áron. Most a legutóbbi időben általában folyamatosan 50 dollár alatt volt, szóval mondhatni, hogy most még drága is ez a részvény, az is lehet, hogy egy év alatt, többet tudsz ebből venni, ha bár hozzátenném, hogy alul értékelt cégről van szó, szóval az is lehet, hogy az árfolyam feljebb megy, de mi most maradjunk az átlag 50 dollárnál, szóval ennyi pénzért 36 darab részvényt tudnánk vásárolni egy év alatt. És innen kezdődik a történet igazán érdekes része, ugyanis a következő évben a már meglévő 36 darab részvényünkre 90 centet kapunk minden negyed évre. Ez azt jelenti, hogy közel 130 dollár osztalékot kapnánk egy év alatt a 36 darab részvényünkbe. Szóval 130 dollár osztalékból. Ez azt jelenti, hogy abból ugye vehetsz majdnem még három darab részvényt, és ez így nő évről évre, és minden évben több részvényt vehetsz pusztán az osztalékból. És ahogy telnek az évek, egyre több osztalékot kapsz, egyre több részvényt tudsz megvenni, és tulajdonképpen így jön ki a kamatos kamatnak az ereje, a 15-20. évben már elég sok részvényt tudsz venni, sőt, több több részvényt tudsz venni a 20. évben csak osztalékból, mint a te pénzed, ami teljes évben félreteszel azzal, hogy nem dohányzol, szólott már. Egészen elképesztő ereje van a az osztalékoknak. Na és akkor a tizedik év után, hogyha a 90 centes osztalékkal számolunk, ugye fontos, fontos tudni, hogy az altria az több mint 50 éve emel és fizet minden évben osztalékot, ráadásul elég nagy tempóban emeli az osztalékát, szóval hát nem 90 centet fog fizetni már jövőre sem, de én a az egyszerűség kedvéért meghagytam ezt a 90 centet, szóval ha így számolom, és árfolyam nyereséget itt nem is, nem is számoltam, szóval maradhat 50 dollár az altri, engem pusztán az érdekelt, hogy osztalékból mennyire dobja meg ez a, a portfóliót, hogyha én ebbe fektetném minden doboz ciginek az árát. Szóval konkrétan a 10 tizedik év után 21 ezer dollárunk lenne, ami valóban még nem olyan sok, mert ugye 1800 dollárt fektettünk be éves szinten, szóval az 10 év alatt 18 ezer dollár, szóval itt még csak 3 ezer dollár gyűlt össze az osztalékokból. De fontos itt megjegyezni, nagyon-nagyon fontos, hogy itt nem számoltam sem az osztalékemeléseket, sem azt, hogy az Altriának esetleg 10 év alatt elmozdul a részvény árfolyama 10 dollár, 50 dollárról. Szóval, hogyha csak 55 dollár lesz, vagy 60, vagy 70, vagy ki tudja mennyi lesz, akkor Egészen más összeg és sokkal nagyobb összeg jön ki, mint ez a 21 ezer dollár. Viszont a 20. évben már kicsit érdekesebb a történet, mert ha 20 évig csináljuk ezt folyamatosan, akkor a 20. év végén már 67 ezer dollárunk lenne. Ugye csak az évi 1800 dolláros befektetésünkből csak 36 ezer dollárunk lenne, itt pedig 67 ezer dollárunk, szóval majdnem megdupláztuk a a teljes összegünket pusztán abból, hogy osztalékot számoltunk, ami nem növekedett, és árfolyamnyereséggel nem számoltunk. Szóval azt gondolom, hogy ez már egészen elképesztő. És ugye tudjátok, hogy még csak most fog következni a 30. év? És igen, ami ennél is elképesztőbb, a 30. év után pontosan 157 ezer dollárunk lesz, az éves osztalékunk pedig ebben az évben már 11 ezer dollár. Itt még mindig a 90, dollár, 90 centes negyedéves osztalékkal számoltam, szóval azt gondolom, hogy ez egészen elképesztő, ugye, hogyha évre számolunk, akkor egy évben a havi 150 dolláros befektetésünk az azt jelenti, hogy évente 1800 dollárt fektettünk be, minden egyes évben. Viszont a 30. évben már 11 ezer kaptunk csak osztalékból. Szóval közel 10-szer annyi pénzt kapunk, csak nem 10 szer, 7szer-8szer annyi pénzt kapunk, csak osztalékból, mint amennyit mi be tudunk fektetni azzal, hogy nem dohányzunk. Szóval itt már egészen elképesztő számokról beszélünk. 11 dollár az már nagyon-nagyon sok pénz egy év alatt év alatt csak és ugye ebből már borzasztó sok részvény tudnánk venni, hogyha maradna az 50 dolláros áron. Szóval szerintem nagyon-nagyon megéri, ugye sokszor elmondják, hogy milyen káros a dohányzás, de szerintem ez egy olyan példa, ami igazán meg tudná győzni az embereket arról, hogy igenis érdemes leszokni a dohányzásról, és érdemes azt a pénzt félretenni, és befektetni. Jó, amit még nagyon fontos elmondani, hogy persze erre nincs garancia, 30 év, amiről az előbb beszéltem, az egy nagyon-nagyon hosszú időtáv, szóval nem lehet azt garantálni, hogy az altria 30 év múlva egyáltalán meg lesz, mint vállalat, mert ugye nagyon borúsan látják sokan a, a dohányipari vállalatoknak a jövőjét, vagy hogy nem fog osztalékot vágni, vagy hogy nem lesz bármilyen gubanca a világban, szóval ez nem garancia, ez csak egy egyszerű példa volt, hogy például az utóbbi, az elmúlt 30 évben, ha bár soha nem alapozzuk a jövőt a múltra, de a tőzsdén, de, a, de az elmúlt 30 évben például ezt meg lehetett volna csinálni. Ö, mert az elmúlt 30 évben az altriával nem történt semmi, és folyamatosan megemelte az osztalékát minden egyes évben, szóval igenis meg lehetett ezt csinálni. Nem mondom azt, hogy ha leteszed a, a cigit és szeretnél spórolni, akkor ezt, ezt a példát kövesd, amit én itt felhoztam. Szerintem jobb, ha minél jobban diverzifikálsz, azt gondolom, hogy 30 év alatt, ha jól diverzifikálsz, szinte biztos a siker. Ugye mindig elmondom, hogy nem vagyok pénzügyi tanácsadó, de, de szerintem ez, ha mondjuk van 20-25 céged, akkor szinte garantált, és szerintem szinte az is garantált, hogy lesz legalább egy vagy kettő olyan közte, ami nagyon sok X-et fog csinálni 30 év alatt, vagy borzasztóan jól jársz azzal a céggel. Ugye most gondoljunk csak bele, aki 5-10 éve mondjuk befektetett egy Apple-be, egy Microsoft-ba, egy Tesla-ba, amikor ezek még nem voltak épp annyira felkapott cégek, pláne a Tesla, mint ma is, hogy hány X-et csinált azóta, szóval azt gondolom, hogy ha felveszel egy 20-25 céget a portfóliódba, akkor garantált, hogy lesz legalább egy-kettő ilyen a következő 30 évben, ami, amivel annyira jól jársz, hogy talán még az is belefér, hogy valamelyik céged a portfóliódból nulláig megy, szóval konkrétan csődbe megy, mert a másikon annyit nyersz, hogy, 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 hogy simán fedezi azt a veszteséget. A másik dolog pedig, hogyha félsz attól, hogy elveszted a pénzed, akkor gondolj arra, hogy a 30 év dohányzás után semmit nem lesz, semmi nem marad abból a kifújt füstből, csak esetleg a betegségek, ami, ami, amit ez okoz, vagy a legyengült immun immunrendszer, úgyhogy tényleg nem nagyon van mit vesztened, hogyha úgy döntesz, hogy leteszed a dohányzást és a megtakarított pénzt átteszed a részvénypiacba, mert a legrosszabb esetben elveszítesz mindent, de az egészséged mégis jobb lesz. Na ennyi volt a mostani videó, srácok, én remélem, hogy tetszett nektek, tetszett az eszmefuttatás, amit itt levezettem. Írjátok meg, hogy ti szoktatok-e ilyesmiken gondolkodni, vagy hogy mennyire értetek egyet azzal, amit itt elmondtam, vagy nem. Bármilyen kérdésetek van hozzászólás formájában, hogyha gondoljátok, írjátok nekem e-mailt, hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!